Változatos mezőnyjáték alakult ki mindjárt a mérkőzés elején. A piros mezes vendég Bonyhád többet birtokolt a labdát, igazi gólhelyzetet nem tudott az első játékrészben kialakítani Steinbach Gergő kapu előtt. A hazai zöldek nem kényszerültek úgy védekezésre, bekkelésre, mint az őszi bonyhádi mérkőzésen, gyors kontráikban épp úgy benne volt a gólveszély, mint a bonyhádi akciókban. A közvetlen védelmek, a pontrugások szélekre történő beíveléseket követően kialakult veszélyes szituációkban, mindkét oldalon olykor önfeláldozóan egy más segítve jól romboltak, és a kapusokra is lehetett számítani vészhelyzetekben. A félidő derekán a Majos állt közelebb a gólhoz, Hegedűs 25 méterről elvégzett szabadrugása a felső kapufa érintésével hagyta el a játékteret. A második félidőben minden ott folytatódott, ahogy az első félidőben abban maradt. A Bonyhád kombinatív futballjával tudott olykor dominálni, míg a zöldek 2-3 húzásos kontráikból adottak közeli, vagy éppen távoli kisebb gólszerzési lehetőséget. Már úgy tűnt, hogy a két csapat őszi bonyhádi találkozójához hasonlóan 0-0-ás eldöntetlent hoz a tavasz nyitófordulójában a völgységi El Clásico, ám az utolsó 10 perc elején kétszer is megzörrent a háló. A 84. percben egy nem túl veszélyesnek ígérkező majosi támadás végén Petrovics középre emelésénél tétovázott a két bonyhádi belső védő, Szlama és Máté, Bognár lecsapott a szabadlabdára az 5-5-esnél, majd estében Lizákhoz továbbított, a csatár cseles mozdulatok után továbbított a bonyhádi kapuba 1-0 a Majosnak. Nem sokáig örülhettek a fontos győzelemmel és 3 ponttal kecsegtető gólnak a majosi játékosok és szurkolóik. Rá egy persze ugyanis egyenlítette a Bonyhád. Wirt szép cselekkel játszotta magát tisztára, a 16-oshoz érve szöktette Papp Rolandot, a végig veszélyes csatár kisodródva is remek rúgótechnikával óriási gólt lőtt a felső sarokba. 1-1. Volt vissza még bő 5 perc, mindkét csapat győzelemre játszott, de az eredmény már nem változott. Bonyhád Majos az idényitón 1-1. Sok kontrát elbénáztunk. Szerintem 3-3 meghatározó játékos hiányzott a kezdőből, ahhoz képest ez az eredmény elég jó. Bár így, hogy a végelőtt 5 perccel vezettünk 1-0, így igen, így fájó a döntetlen, de ha összességében nézzük, akkor tényleg igazságos volt. A majosi támadójáték meghatározója önkritikázist gyakorolt amiatt, hogy a klasszikon nem tudott gólt szerezni. Én is sokat hibáztam a kulcspasszoknál, lehetett volna 2-3 helyzetünk, gólpassz is, gól is lehetett volna. Elfáradtam az utolsó 20 percre, az igazság, de ez jött ki. Tihanyvári László nem volt szomorú az elmaradt győzelem miatt, tartalékosnak mondható csapata összteljesítménye láttán. Teljesen alkalmi védelemmel álltunk össze. A Vituskát visszavittem, ugye azért támadó jobb oldali emberfogóba, illetve a bal oldali emberfogóba, Jenőt vittem át jobb oldalra. Fölgyorsítottam védelmünket, hisz láttam a Bonyhádot. Múlt héten a Perc ellen hibátlanul játszottak. Tehát olyan játékot produkáltak, abban biztos, hogy azért 7 nap alatt nem megyei szinten, nemzetközi szinten se lehet kétszer ilyen jól játszani. Én azt gondolom, az első fél több lehetőségünk volt sajnos. Pont az utolsó passzok vagy gyenge volt, vagy elhalt, vagy lelassult a mélyebb talajon. Ezért nem tudtunk semmit kitalálni elől. A másik fél ott a 70. perctájén úgy elfogytunk, főleg elől. Külön Rolandnak is voltak a kezdőcsapatba esélyes hiányzói. A döntetlennel így nem volt elégedetlen, de csapata játékával kapcsolatosan volt hiányérzete Jócskán. Nem azt a játékot tudtuk játszani, amit szerettünk volna. Gyengén gyengék voltunk. Tehát azt játékban elsősorban? Sok hiba volt. Tehát sok hiba volt, ez nyilván remélem, hogy az idény elejé formának tekinthető be. A pályatalaja sem volt arra alkalmas egyébként, hogy olyan nagy dolgokat csináljunk, de ehhez képest is sokat hibáztunk. Úgyhogy X-es meccs volt a végén, ugye megszerezték a vezetést, és akkor nekünk kell örülni, ilyenkor a végén tudtunk egyenlíteni. Maradt a pont egyenlőség a pillanatnyilag első és második Bonyhád között, így minden hétvégének, minden fordulónak egészen május végéig jelentősége lesz a két csapat külön harcában várhatóan a bajnoki címért. De ebbe még van, lehet bizony beleszólása a Bártaszéknek és a Dombovárnak mindenképpen.